Magyar Mérnök Akadémia képviseletében ott van Emil Ásóra üzletésében tartás. 10 esküvőben szíves képviselőforgásom. Tisztelt elnök úr, kedves barátaim, ez egyébként nem azt jelenti, hogy felemelkedik a barátságot, csak ez a megszólítás. Szerencsés helyzetben vagyok, mert a főcsapás irányban nem tudok felszólítást kívánni, tehát akik atomreaktorról szeretném hallani, tőlem az is tartozik. Magam atomerőművekben részben, itthon részben, az óceánon túl, annak a szervezésével, a klímaberendezésével, a vezérlőteremnek, a biztonsági szervezésével, és hogy ne juthasson ki semmilyen radioaktív fertőzés, azzal foglalkoztam, tehát egy határterülettel. Hogy nagyon gyorsan megnézzük, hogy miről is lesz szó. Egyrészt egy ilyen energiahelyzetképpel szeretnék indítani ezt a világban, másrészt pedig nem házasságokat kaptam, tehát a Magyar Mérnök Akadémiának a véleményem részben az atom technológiáról, részben pedig a kapcsolatról. És végül egy összefoglaló következményeket javaslom. A fosszilis arra kimerülőben lévő energiahordozó 70-80%-át mi is az európai közös importál. Ez egy olyan sarokpont, egy olyan sarokhajtó, amit nem tudunk megelőzni. Az, hogy ennek környezetvédelmi hatása is van, az ebből a szempontból nem tudom lényeges. Ami lényeges, hogy ez egy rendkívül bizonytalan import, és azon kívül meg az árak folyamatosan emelkednek, erre majd lesz egy ábrá. És azon kívül az igények is folyamatosan emelkednek, most már a sajtó is érdekes módon magyar nemzet és a HVG-ben jó cikkek jelennek meg. Tehát nagyon nagy növekedés volt az elmúlt évtizedekben, főleg Kína, Dél-Kelet-Ázsia, Afrika és Dél-Amerikának a hatására. Tehát ezekkel is szembe kell nézni, és az előrejelzésekre vonatkozóan csak elviszhető kiemelni, amit a Nemzetközi Energiaügynökség az hasonló nyilvánosságra a 2011-es évkönyvében, amely rendkívül fontosságos. Tehát nézzük meg azt, hogy milyen fejlődés várható az igényekben. 2009-hez képest 2035-re gyakorlatilag 51%-kal fog emelkedni az igény. Ha nem a szokásos, tehát kényelmes és megszokott módon fogjuk fel az energiapolitikát, akkor egy óvatosabb becsléssel már csak 42%, és ha 450-es, tehát a 450 ppm-re megengedjük, hogy felemelkedjen a mostani 250 ppm széndioxid, akkor pedig 23%. Na, ennek a háromféle változatában nagyon érdekes módon 6 fok, 3,5 fok és 2 fok hőmérséklet emelkedés a légkörben az várható. Ennek megfelelően megvannak az elképzelések, hogy mit kell eleget tenni. Tehát ez a 6 fokos hozam, amelyik a maszokásos energiapolitika mellett megy, akkor megerősíteni az emissziók kereskedelmében, tehát az energiaiparban, iparban. 2012-től a légi közlekedésben, mert 2012-ig a légi közlekedés nem volt például a kyotói egyezménynek tagja. Valaki egy motoros géppel felemelkedett a levegőből, annyi széndioxidot kibocsátott, amely sem akar. Épületek energiafogyasztása, meg a csökkentése mindenki előtt ismert, a kibocsátási határok személygépkocsikra fontos, és az a bizonyos 20-20%-os elképzelés, amit az Európai Unió hozott létre. Nagyon gyorsan megyünk, úgyhogy itt csak megemlítem ezt a 3,5 fokot, itt következik a 450 ppm-es, amelyiknél meg tudjuk azt határozni, hogy 2%, 2 fok szerződben is hőmérséklet emelkedés. Ez egy nagyon kedvenc ábrám, csak nagyon röviden fogom ismertetni. 2005-ben szerkesztettem föl, gyakorlatilag azt mutatja meg, hogy egy hordónyi esőolaj 60-as évektől kezdve 2005-ig, 10 dollárról 60 dollárra megy, és egy darabig szépen minden sem emelkedik.
utána pedig a határa csillagos ég, amikor is nem a szokványos földgázt kell kiemelni, hanem le kell menni 6000 méterre, mondjuk Makónál, és így tovább, és akkortól várható, hogy az úgynevezett Malthuszi világháború bejön. Itt esek egy rövid ábra, ez a bizonyos energia háromszög, amely lent azt mutatja, amikor a szénkorszak volt, utána pedig az olaj és a földgáz, és ez a sok pöttye pedig azt jelenti, hogy a szén, széndioxid mentes, tehát atomenergia és megújulónak a korszaka. Ez egy nagyon fontos pontja a tételnek, hogy a Malthus ugyebár 714 évvel előtt az eszély a népességről, ő kimondta azt, hogy föl népessége megjelentőség megjelentését. A háború, a végség, a járványok, a szegénység és a kényszerülés és más erőszak fogja pozitív ellenőrzés alatt tartani. Na, ezt kell nekünk megelőzni egy megfelelő energiamixnek a létrehozásával. Csak egy kép arról, hogy az energiaszegénység mit jelent más országokban. Itt mi felkapcsoljuk a lámpát, beindítjuk a szintrémákat, stb. Bármikor. Nigériában a diákok este a repülőtérnek a parkolójában a közvilágítás alatt tanulnak, mert máshol nem tudnak tanulni. Tehát az energiaszegénység is nagyon fontos. Milyen eszközeink vannak? A mértéktelen kimerülőben a lévő fosszilis energia hordozóknak a pazarlására három út kívánkozik, az egyik az atomenergia, a másik a megújuló energia, a harmadik az energia hatékonyság, tehát hogy már eleve se fogyasszunk annyit, mint ami már szükséges lenne. Tehát itt jön a következő részt, hogy mit vizsgáltunk meg. Különféle szempontok szerint a Magyar Mérnök Akadémiában megvizsgáltuk, hogy ez a paksi erőműnek a bővítés, ami legnagyobb forrást igénylő, legnagyobb befektetést igénylő, de legnagyobb forrási lehetőséget, energiaforrási lehetőséget nyújtó megoldásnak milyen szempontjai vannak. Röviden végig futunk rajta. Az első tétel az az volt, hogy milyen időtárgata van ennek, gyakorlatilag 10-12 évi tervezés, létesítés, 60 éves élettartam, ez érdekes, a Nemzetközi Energia Ügynökség 40-60 évet határoz meg erre. A szükségesség, ezen lehet vitatkozni, de ilyen számok voltak nálunk, 9 gigawattról, gyakorlatilag 11 gigawattra kell fölnevelni a kapacitást, miközben 50% elavult erőmű kell lecserélni, ez évi 1%-nyi igénynövekedéssel számoltunk. Fenntarthatóság, versenytárs megújulók maximum 7-18%-ot képviselhetnek, így körülbelül egy olyan mixnek a kialakulása várható, hogy 40% az a hagyományos megújuló, hagyományos fosszilis, tehát kimerülő energiákból, a másik 40% jön a megújulókból, és átlagyó 20% pedig jön azokból, ami atomenergia is. Nem jól mondtam a dolgokat természetesen, tehát 40% a hagyományos a hosszú, és 40% atomenergia is 20% megújuló, mert nem lehet több. Az idő nagyon rohan. Nem drágábbak az atomerőművek, a villamosenergia termelési költségek 3-7 USD cent kilowattóra, azzal szemben, mint ami a fosszilis energiákkal, vagy pedig tehát szén, földgáz és az olajjal szemben 6.2-14.6. Ellátásnak a biztonsága nagyon fontos, hogy a tüzelőanyagokat abból a zárt klubból szerezzük be, amelyik fogja garantálni azt a biztonságot. A nukleáris biztonságról nagyon sokat hallottunk, a paksi bokrok természetes hatásoktól elszerűen védettek, nagyon jól tudjuk, hogy földrengés ellen is nagyon kiváló megerősítést nyertek. A környezetvédelem gyakorlatilag nem bocsájt ki ugyebár üvegház hatást képviselő gázt az üzemeltetésnél. A gyártásnál természetesen, amikor villamos energiát felhasználnak, akkor lehet kibocsátás. A beszállító kiválasztásánál nagyon fontos,
hogy minimum 1 gigawatt és ikonyú blokkok alapján legyen, tehát legalább 1 gigawattosat és attól fölfelé tudó cégek kerüljenek a területre. A finanszírozása befektetők bevonásával, tőkkel és szállítók igénybevételével, harmadikkal és módszerrel, a GDP növelő hatás, ez végül a munkahelyteremtés évi 1% GDP növekmény, plusz új munkahely, szakképzés, nagy jelentőségű, és végül becsült megtérülés, ez pedig 16-22 év, felső megtérülési ráta, az, amit itt leírtunk, az gyakorlatilag 5%, nem véletlenül adtam ide kérdőjelet, ma 12% alatt nem foglalkozunk befektető ilyen témával, az egy más kérdés, hogy egy állami kölcsön az kedvező formában is megkapható. Végül is az összefoglalás, az ellátás biztonság miatt több lábra állás, itt nem véletlenül az aljánál ezt én megcsillagoztam, atomenergia, megújuló energia, hatékonyság növelés. 1999-től kezdve Egyesült Államokban az energia megtakarítás, az energia hatékonyság az része az energia mixnek. Attól kezdve hirdették meg, hogy kb. 22%-át az energia hordozóknak úgymond az energia megtakarításból kell megoldani. A meglévő blokkok üzemének hosszabbítása 20 évre, ez alatt létesíteni az új 7x1 gigawatt, vagy 7x4 gigawattos blokkokat, az 6-8 milliárd euróra becsült létesítő költséghez tőkeerő szállító, vagy harmadikkeres megvalósítás. Végül a külföldi szállítóval szemben a lakosság biztonsági környezetvédelmi érdekeit az Országos Atomenergia Hivatal képviselje. Ez szól az Európaságoknak, és én ezzel megköszönöm a figyelmet, egy kicsit hosszabb idejét, mert a mindenkor időt. Köszönöm. Tehát egyrészt itt nagyjából értékelő megállapítások ebben tudtunk dolgozni. A vitába szálló megállapítások csak így volt, ami neked Zoli nagyon jól fog hangzani, hogy az én megállapításomat vonták kétségbe, úgyhogy ezt fogom megválaszolni. Tehát milyen értékelő megállapítások voltak, az előadások nem érintették a közben eső gazdasági válság hatását. Az volt a közös megállapodás, hogy kb. 10-12 évente vannak különféle mélységű gazdasági válságok, és ezzel kellett volna az előadóknak foglalkozni. A műszaki és az általános gazdasági szempontokkal nem volt vita az előadásokkal kapcsolatban. Nagyon lényeges humán erőforrás szempontjából a generációváltásnak a lebonyolítása, amit felvetett ugye Vágonnak a kolléga, de ez egy megoldatlan probléma. A fiataloknak egy része, mikor lediplomázik, már külföldi meghívásoknak a birtokában van, és megy, és ott hasznosítja azt, amit itthon megtanul. Tervezés, tehát rendszer tervezésről van szó, az általában külföldi kézben lehet, amikor ilyen új blokkoknak a létesítésről szó van, de az üzemeltetésben is probléma van, ki fog üzemeltetni. Ezzel kapcsolatban azért volt egy másik vélemény, hogy a jelenlegi szakember állomány, ha azt egy fiatalítással lehet megsegíteni, akkor az kézbe veheti ezt a problémát, illetve ennek a megoldását. A szó volt róla, hogy a egy javaslat. Megvizsgálni, és ha lehet megvalósítani, a finanszírozásba bevonni a lakosságot. Tehát felajánlani egy olyan pénzügyi terméket, amelyik a lakosságnak jó, és akkor most csak zárójelben mondom, hogy és akkor dől a pénz. Azt valaki felvetett, hogy 70 milliárd forintnyi villamosenergia számla kintlevőség van,
és ezzel kapcsolatban felmerült, hogy e felé, hogy ez kiegyenlítesség hathat az, hogy 10%-kal olcsóbb lesz a villamos áram. Az én véleményem az volt, hogy minél olcsóbb a villamos áram, annál inkább a gazdagokat, nem itt vannak közöttünk, hogy támogatjuk, tehát akinek 500 négyzetméteres kacsalában forgó várkastélye van, az földgáz, villamos áram, a tápfűtés, akkor tápfűtéssel kapcsolatban nagyon fog tapsikolni. Tehát a kintezőséggel ennek nincs sok köze, mert ettől nem fognak jobban számlát fizetni az emberek. A reaktorokkal kapcsolatban szó volt róla, hogy az a vélemény alakult ki, hogy itt ez az 1 gigawattos minimális nagyság, ez nem biztos, hogy jó, mert nagy lépcsőben nem biztos, hogy úgy léphet be, hát ebben neked lehet valami fontosabb véleményed. Jobb lenne az 1 gigawatt, tehát egy darab, 1 gigawatt, illetve 2 helyett akkor 4 darab 500 gigawattos blokk, mint javaslat. Fölvetődött, hogy a Paks 1-nél körülbelül 70%-os hazai leszállítás volt, ezt is azt hiszem, hogy ismered a legjobban, és most pedig ugye vállaltuk, hogy maximum 30% lehet. A magyar ipar csiralmas állapot a című lényegtörténet, ehhez nincs mit hozzáférni. Ez gyakorlatilag tönkrement. Azt is hozzáfűzni, hogy akik felelősek ezért, azoknak a saját lelkiismeretüket kell elszámolni. Végül egy utolsó, amire már az előbb hivatkoztam, hogy én azt írtam le a Magyar Mérnök Akadémiának a véleménye utolsó pontjaként, hogy az Országos Atomenergia Hivatalnak kell megvédenie a lakosságnak az érdekeit, és itt a kollégák pontosították, hogy az engedélyessel kapcsolatosan a vállalkozó felé lehet kikötése az atomenergia hivatalnak. Hát ez csak egy útterv. Én ennyit értem fogom. Azt mondtam, hogy kimerülő, kimerülőben lévő. És ez egy nagy különbség. Tehát van, de a csúcsfogyasztásban a csúcs készletek feltalálásán már régen túl vagyunk, és várhatjuk azt, amikor a függőlegesbe mennek fel az árak. Köszönjük szépen. Ha énekelni, akit megvárnánk. Köszönjük szépen. Ez nem volt nagyon jó. Nem, 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 n